Vége van az EP kampánynak, lassan visszamegyünk a rendes kerékvágásba. Ma például a gazdasági bizottsági ülést tartottunk. Ugye több advány is volt, hát sok a paksi atomerővel kapcsolatban. Egészen elképesztő volt látni, hogy a fideszes kollégák az ellenzék mindenféle érve ellenére leszavazták azokat a indítványokat, amelyek azt tették volna lehetővé, hogy a paksi atomerőműnek a bővítését megakadályozzák, illetve biztonságosabbá tegyék. Őszintén szóval kicsit félelmetes az, hogy mi épül Magyarországon, és hogy hogyan, és hogy mennyire nincs erre kontrollunk. Őszintén remélem, hogy a fideszes kollégák nem fogják megbánni azt, amit most megszavaztak. A másik ügy a bizottságon az álmodossággal kapcsolatos, ugyanis a elmúlt évi adatokhoz képest, mint azt biztos ti is hallottátok, 350 milliárddal lett nagyobb a idei költségvetés hiánya. Ezért arra kértem a bizottságot, hogy hívjuk meg a következő ülésre az államadósságkezelő központ vezérigazgatóját, hallgassuk meg, hogy ő mit mond erre a helyzetre. Szavazás erről most nem volt, ez a jövő héten lesz. Remélem, hogy lesz lehetőségünk meghallgatni azt, hogy mit mond nekünk ez az ember arról, hogy ha már dübörög a gazdaság és fantasztikusan nő a GDP, akkor hogy lehet az, hogy az álmodosság is legalább olyan ütemben nő, mikor ennek fordítva kellene lennie. Itt tartunk, ha bármilyen újdonságot, érdekességet vagy fontos hírt fogok hallani, akkor azt megosztom veletek. Szia.